Székely Márton gyerekként a sportiskolában először a labdarúgásba kóstolt bele, s bár ott is hamar a kapuban találta magát, kézilabdázóként először más posztot szántak neki. Mondták, hogy legyek átlövő, mert ugye magas voltam. Kiderült, hogy sokkal inkább több csont volt rajtam, mint izom. Így nem nagyon tudtam eldobni 9-en kívülről a kapuig, hogy legyen valami értelme is. Utána mondták, hogy akkor inkább menjek le szélre. Az első dobásnál eldobtam szembe a labdát bedobásra, és akkor mondtam, hogy hát így a foci kapcsán már voltam kapus, és nem félek a labdától, hogy hadd próbáljam ki magam ott, és hát bent maradtam. A 29 éves kapus nevelő egyesülete, a Pler után a Balatonfüred, a Csurgó, az elmúlt 3 évben pedig a Tatabánya kapuját védte. Ha lehet így fogalmazni, akkor a szívemhez a legjobban és legközelebb a Tatabánya áll, hiszen itt találtam meg a feleségemet, a családomat, itt építkeztünk, és a mi kis otthonunkat itt alakítottuk ki. Ez nem azt jelenti, hogy nem éreztem jól magam Csurgón, vagy Balatonfüreden, vagy akár az anyai egyesületemnél, ugye a Plernél, mindenhol szép éveket és szép emlékeket őrzök, de mindenképpen azt meg kell jegyeznem, hogy ez a 3 év Tatabányán ez kimagasló volt és feledhetetlen. Nyilván, hogyha az ember a sportkarriert nézi, akkor is itt kétszer bejutottunk az EHF kupában a legjobb 8 közé, sorozatosan megnyertük a bronzérmeket, egyszer magyar kupán is szerepeltünk, bronzérmeg jutott a csapat, de nyilván azt azért tudnia kell, és szerintem tudja is mindenki, hogy első a család, és az, hogy én ezt itt megtalálhattam, az nekem mindennél fontosabb. Feleségével, Katával gyönyörű családi otthont építettek fel Tatabányán, amit Zarával és Maxel, a két Boston terrierrel, valamint Gigi Nyuszival osztanak meg. Marci igyekszik kivenni a részét a házi munkából, sőt, időnként a konyhát is birtokba veszi. Specialitás, igazán igazán mind a kezdem, hogy azt mondanánk, van egy ragú, amit állítólag jól csinálok. Nem tudom, hogy az a belefektetett energia és rengeteg idő vagy a szeretetnek a gyümölcse, de állítólag tényleg jól készítem el. Ez egy marhahúsos ragú. Amikor ilyen külön napunk van, akkor általában ezzel szoktam meglepni a Katát. Emellett van még egy tiramisu, amit szeretek elkészíteni, ami nekem másfél óra, neki szintén csak 15 perc, de bármilyen étel, ami mondjuk le van írva, vagy receptkönyvben van, azzal úgy gondolom, és úgy érzem, hogy meg tudnék birkózni, tehát nem érzem magamat idegennek a konyhában sem. A család fő a jövőben kevesebbet lesz otthon, miután a következő idény már a Telekom Veszprém játékosaként kezdi meg. Mindenkinek az életében, ha eljön egy ilyen hívó szó, azt szerintem nem tudja máshogy megélni, csak úgy, hogy felléphet arra a legfelső szintre, amit Magyarországon a Veszprém képvisel, illetve a Szeged is, mint ugye két BL csapat. E fölött már nincsen semmilyen lépcsőfok. Az, hogy megadatik valakinek az életében, hogy a neve felmerüljön egy bizonyos kalapban, ahonnan válogatják a játékosokat, már ez megtisztelő. Az, hogy ebből a kalapból ki is húzzák a te nevedet, az meg egyenesen álomszerű. Itthon megbeszéltük a feleségemmel és a családdal, hogy ez egy olyan lehetőség, aminek nem lehet nemet mondani. Hiába nagyon szeretek és imádok itt élni, Tatabányán, itt játszani. Szeretem a csapatot, a várost, mindenki közel a szívemhez, és rengeteg szurkolótól kaptunk nagyon sok útra való csomagot, de azt, ahogy te is fogalmaztál, ez egy olyan szint, amit egy sportoló nem csak kihívásnak él meg, hanem szeretne is bizonyítani, hogy ott is kipróbálja magát, és szeretne ott is bizonyítani, hogy talán képes rá. Várod már, hogy ott legyél?
Kata mindig kérdezi, mondta, hogy így telnek múlnak a napok, és az utolsó héthez érünk itt Tatabányán. Még nem tudtam teljesen felfogni, hiszen múlt héten záródott be a bajnokság számunkra. Jövő héten lesz még egy nem is felkészülés, inkább egy edzőmérkőzésünk Balatonbogláron, és péntekig még edzésünk lesz. Nyilván amikor lezajlik az utolsó edzés, vagy az utolsó mérkőzést, akkor azért még jobban átéli a sportoló, hogy igen, most jelen pillanatban itt befejezi ezt az utat, amit elkezdett, de nyilván nagyon sok szeretetet és jó dolgot kaptam már a bronzmérkőzés után is, és nagyon nehéz szívvel búcsúzom, de remélem, hogy majd valahogy majd viszonyozni tudom ezt a sok szépet és jót a Tatabányának.